Hazugságbeszédnek tartják Orbán Viktor évértékelőjét az ellenzéki pártok. Karácsony Gergely az elhangzottak után arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy vállaljon egy nyilvános vitát. A Várkert bazárhoz érkezőket egyébként idén is rögtönzött tüntetéssel várták az együtt aktivistái. Tolvajoknak lesz bent parkoló! Ne aggódjon jövőre, hát ha bejut, uram! Minden vendéget így fogadtak az együtt aktivistái az évértékelő előtt. Üdvözöljük Orbán arisztokratáit feliratú molinókat feszítettek ki, sőt még egy helikopter leszállót is felrajzoltak a Várkert bazárnál. Azt mondták azért, hogy Rogán Antal és Mészáros Lőrinc is oda találjanak. Én azzal a táblával állok ide, hogy ide parkoljon, aki Strómannak használja az édesanyját. Szigetvári Viktor azt mondta, azért demonstrálnak, mert a kormány az elmúlt 8 évben egyik választóknak tett ígéretét sem tartotta be. Ez a 8 év egy elszalasztott 8 év. Magyar gazdaság kijött a válságból tisztességes válságkezelés eredményeként, és utána feléltük a magánnyugdíj megtakarításokat, nőtt az államadósság, és valójában sem a középosztály nem erősödött meg, sem pedig olyan munkahelyek nem teremtődtek meg olyan számban, amelyek a magyar munkásságnak, vagy akár a magyar általában munkapiacra bekerülő fiataloknak új lehetőséget teremtenének. Ez egy hazugságbeszéd volt. Karácsony Gergely szerint az évértékelőn semmi sem hangzott el, ami reakcióra érdemes. A beszéd ugyanis nem az országról szólt, hanem a Fidesz hatalmáról. Felszólítom a miniszterelnököt, hogy ne bújjon el a vita elől, és hagyjuk abba azt a játékot, hogy a saját közönségi erőt, a saját médiája erőt, a saját újságírói erőt, a saját közönség előtt képes csak beszélni, és folyamatosan hangoztatni a maga hazugságait. Molnár Gyula szerint is komoly csalódást okozott a kormányfő beszéde. Ez egy közepes méretű szocialista nagyvállalat igazgatójának a termelési beszéde volt, néhány hamis, álságos illúzióval megspékelve. Szél Bernadett közösségi oldalán reagált az elhangzottakra, szerinte Orbán Viktor egy alternatív Magyarország képét festette fel évértékelőjében. Orbán Viktor szerint Magyarország visszaszerezte az önállóságát. Ezzel szemben a valóság az, hogy a miniszterelnök évről évre, pontról pontra végrehajtja a Putyin tervet. Orbán Viktor szerint ma, aki többet dolgozik, az többet is keres. Ezzel szemben a valóság az, hogy a magyar emberek egyre többet dolgoznak, és egyre kevesebbet keresnek. A Jobbik szerint a kormány az elmúlt 8 évben a korrupcióra és a hazugságra alapozta a politikáját.